Szép jó napot kívánok a megjelent kedves vendégeknek. Kérem szépen, hogy jöjjenek nyugodtan közelebb, különösen onnan az ajtótól, hogy még akik ezután érkeznek, ők is be tudjanak jönni. Pillanatnyilag, hála Istennek a nagy érdeklődésnek, kicsit úttorlaszt képeztük ott a bejárati ajtó tájéken. Ezért kérem szépen önöket arra, hogy jöjjenek kicsit közelebb hozzánk. Úgy látszik, hogyha azt szeretnénk, hogy a kiállítás megnyitón akkora létszámú kedves közönség legyen jelen, akiknek a tömeges jelenléte már azt a veszélyt is magában rejti, hogy az emeleti megnyitó részben igen-igen szüket fogunk csak elférni, akkor ennek az a módja és az a titok, hogy egyszerre kell megnyitni két kiállítást, ahogyan azt most tesszük, és ez egy kicsit rendhagyó is, általában ez nem volt szokásunk eddig. Az idei Komlói Napok és Bányász Nap programja azonban, mint annyi más években is, megint csak ezt a napot hozta nekünk, szerencsésen vagy szerencsétlenül így alakult, hogy ezen a napon nyitjuk meg a kiállításokat, amely nap a Komlói Napok és Bányász Nap rendezvény sorozaton túl a Magyar Fotográfia Napja is. Ebből az alkalommal mi általában fiatal fotósok képeit szoktuk bemutatni, vagy csoportosan, vagy egyénileg. Most pedig nagyon nagy örömünkre egy nagyon szimpatikus és nagyon kedves fiatalember pár, Szabadi Zita és Szabó Zoltán, vagy ahogyan mi és a fiatalok jobban ismerik, Szabó Z. Zoltán fotóit fogják látni. A kiállítási anyagnak pedig a címe az, hogy egy cseppnyi Anglia, és ahhoz, hogy ők ezeket a gyönyörű fényképeket elkészítsék, ahhoz bizony az kellett, hogy ők ne itthon legyenek, hanem odakint, és ennek köszönhető az is, hogy ők személyesen most nem tudnak itt lenni, de túl azon, hogy ezt a cseppnyi Angliát a gyönyörű képeiken keresztül fontosnak tartották megmutatni itt a szülővárosukban, ez mindenképpen azt mutatja, hogy ezek a fiatalok, akikről nagyon sokat beszélünk mostanában, és akik nagyon sokan dolgoznak külföldön, mégiscsak szeretnének a maguk módján üzenetet küldeni a szülővárosukba, mondani valójuk van a szülővárosuk számára, és szeretnék megmutatni önöknek azt, amit itt most látni fognak tőlük. Ez a két nagyon kedves fiatalember ezt a cseppnyi Angliát hozta ide nekünk, mi pedig, mivel ők nem tudnak itt lenni személyesen, egy videófelvétel formájában egy cseppnyi Komlót fogunk tudni nekik elküldeni, és azt reméljük, hogy ez az ő számukra is örömet fog okozni, és örömet fog jelenteni, hogy ilyen sokan eljöttek az ő kiállításuk megnyitójára. Kérem szépen, hogy ennek a kiállításnak a megnyitója után, amikor majd azt kérjük, hogy legyenek olyan kedvesek és fáradjanak fel velünk együtt az emeleti kiállítótérbe, ahol a másik kiállítást, a kreatív műhely anyagát fogjuk megnyitni, akkor először jöjjenek fel velünk, és természetesen, amikor annak a megnyitónak is vége lesz, akkor minden vendéget arra kérünk, hogy mindegyik kiállítási anyagot addig nézegesse, ameddig csak a kedve tartja, és addig gyönyörködjön ebben, ameddig csak jól érzi magát itt az intézményben. Ha esetleg mégis önök egy kicsit úgy fogják érezni, hogy mi sietetjük ennek a két egymást követő kiállítás megnyitónak a menetét, akkor kérem, hogy azt se vegyék tőlük rossz néven. Ennek az az oka, hogy azt szeretnénk, ha mindkét megnyitóval olyan szépen megadva a módját, ahogy mi azt szeretnénk, de úgy tudnánk végezni, hogy akik szeretnének odaérni 18 órára a Színház és Hangversenyterembe Árgyalán György fotókiállításának megnyitójára, azok oda is átérjenek idejében. És akkor kérem, hogy fogadják szeretettel Dészabó Lajost. A mai nap mindkét kiállítás megnyitójának az személyesen az én szempontokból még egy különös örömforrása is van,
hogy mindkét megnyitó személyiség nekem régen nagyon kedves kollégám volt. Ebben a minőségében is szeretettel köszöntök D. Szabó Lajost, és abban a minőségben is, hogy ő Szabó Zoltán édesapja. Nem először nyit meg nálunk kiállítást, ám de még sohasem nyitotta meg a saját gyermeke kiállítását. Kérem, hogy a kiállítást nyissa meg, és kérem, hogy fogadják őt szeretettel. Tisztelt jelenlévők! Kérem, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a közösségek házának, hogy lehetőséget adtak két fiatal kezdő fotográfus bemutatkozásának a Magyar Fotográfia Napja keretei között. Egy kicsit úgy vagyunk a világgal, hogy ismerjük is, meg nem is. Meg szeretnénk fejteni titkait, a látványt, amiben születtünk. Ősi kíváncsiságunk megismerni, elmondani élményeinket valakinek. Elmondani? De hogyan? Keleti bölcsek szerint inkább egyszer lássál valamit, mint százszor meséljenek róla. Megszívlelendő. Talán ennek tudható be az ősi rajzok, képtüredékek, lehelet finomságú tusrajzok, festmények sokasága, képek és emlékek hihetetlen gazdagsága, eltűnő félben lévő múltról és jelenről is. Megörökíteni a világot a mulandóság ellenére. Ez történik körülöttünk egy hatalmas történelmi ívben átugorva, egy zseniális kis masinába, amit fényképezőgépnek neveznek. Ebben megáll az idő, a fény, ember, természet, és emlékeztet a késői vagy korai múltra. Azokra, akik végleg időtlené lettek. Ma már milliók hordozzák magukkal ezt a páratlan technikával megszerkesztett kis csodát. Emlékeket raktároznak el egy kattintással. Mindenki néz, megnéz valamit, valakit, de nem mindenki lát. A meglátás egy felismerés. Azt a pontos pillanatot, ami egyben felejthetetlenné és egyedivé teszi a képet, az élményt. Így kerülhet elménkhez, szívünkhöz közel. Itt kezdődik két fiatal komlói pár, Szabadi Zita és Szabó Zoltán sajátosan egyéni útkeresése, egy törékeny és fáradtságos úton, amelyet kiváló elődeik már bejártak. Bátrak és szerencsések, mert derűsen szemlélik a világot, a természetet. Úgy élnek benne, hogy megörökítve azt, valami időtlenséget fonnak köréje. A színek, a tér, a hangulat és az idő megválasztása egyik erősségük már is. Gondolok itt például Szabadi Zita egy kiváló bronz naplementéjére, amelyben beletévedt egy hazajáró sirály, mint egy jel a magányhoz. Vagy Szabó Zoltán egy lírai alkonyata egy skóciai tó felett. Szinte van, amennyi fotóban fellelhető az a kis csoda, amitől élmény lesz a világ. Színekben és halhatatlan időben préselték az emlékezetet. Ez az szép, amit nem kell körülírni. Bár más-más pontján állnak a térnek, de pontosan néznek a fénybe, a tájra, arra az üzenetre, amit közölnek a világnak. Miközben szaladnak a messziről küldött képek egy segnyi Angliáról, a tájakra, amelyekben egy ideje élnek, dolgoznak,
száz és száz élményt adnának, de véges a lehetséges válogatás, így aztán városok, tenger, homok, partok, apály, dagály, távoli hajó, biglisék világsikerének kocsmája, szép vizesi és szélturbinák a messzeségben, szélhárfa egy homokszínű alkonyatba, hazai réteken is virágzó, de ott váratlanul felbukkanó bagács, és képek és fények és képek és fények és színek, amielőtt nem tudunk elmenni, mert meg kell nézni. Valóban itt vannak a képek, és megnézzük őket, és valóban őket is látjuk bennük. A színek özönében egy kicsit magukról is, egy kicsit a világról is, a jelenről is szólnak, abban a reményben, hogy álmaik nem elmélyednek a feledés vizében. És most, hogy keresetlen szavaimban körbejártam azt, amiről nem kellett volna ennyi szót ejteni, mert a képek magukról beszélnek. Kérem, fogadják szeretetük a tehetséges fiatalpáros közös fénykép tálatát, akik most már nincsenek jelen a messzi Angliában ugyan, de mégis velünk vannak. Köszönöm figyelmüket! A két fiatal fotográfus személyes barátság fűzi a Komlói Performance Showhoz, a csoporthoz is, és a csoport vezetőjéhez, Tibai Győzőhöz is. A csoport ugyanakkor az idei Komlói Napok és Bányász Nap ünnepköréhez és az ott holnap sorra kerülő fellépésükhöz ismét nem először, és talán nem is utoljára, egy jótékonysági akciót is beindított már hetekkel ezelőtt, amely az 1 eurós projekt nevet viseli, és amelynek a gyűjtődobozaival találkozhattak egy-két helyen a városban, többek között itt a Közösségek Házában is. Ez a két fiatal fotográfus alkotó szeretett volna szintén ez a nemes célhoz valamilyen módon a maga eszközeivel hozzájárulni, ezért a kiállítási anyaghoz tartozóan egy fotográfia önálló életre kelt. Ezt a képet felajánlották arra a célra, hogy egy árverésre bocsátva ennek a célnak a megvalósulását segítse elő. Ez az árverés kezdetét venni, és tartana a következő napon, napokban is. A részleteket pedig kérem, hogy hallgassák meg Tibai Győzőtől. Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit a kiállításom, ami egy kicsit én előrébbre láttam, mert már volt lehetőségem délelőtt végignézni a képeket, és tényleg csodálatosak. És valóban egy olyan sikert értünk el a tánccsoportunknak az életében, hogy lehetőséget kaptunk egy ilyen hatalmas dologra. Nem számítottunk erre, valójában a gyermek pulmonológiai osztálynak kezdtük el a gyűjtést, ezzel az 1 eurós projekt névvel. A városban körülbelül 30 helyen volt megtalálható a mai napig a gyűjtődoboz. Egyedül a Közösségek Háza lesz az, aki a Komlói Napok, illetve a Bányász Napok keretén belül egészen vasárnapig fogja az expón várni, valamint itt a házba majd a beérkező adományokat. Én azért jöttem a mai nap folyamán el, hogy köszönetet és hálát mondjak a Zitáiknak, mert hatalmas felajánlást tettek. Az életük egyik részét Angliából, ebből a csodás országból, amit hazaküldtek, szerették volna, hogyha ez olyan emberhez kerül, aki tesz valamit Komló városában és jót tesz, hogy az rajtunk keresztül megy, attól pedig én már csak még boldogabb leszek. A kiállítás megnyitása után én természetesen itt leszek, és az a fotó, amelyik önálló életekkel, ahogy az Éva is mondta, az a mellettem látható csodás kép lesz. Úgyhogy mindenkit majd várok ide, hogy esetlegesen a licikbe ő is beleszállna. Én köszönöm szépen, és akkor vissza is adom a szót. És az Itáiktól már csak egyetlen egy üzenetet kell átadnom, ami körülbelül egy fél órával ezelőtt érkezett, hogy mindenkit nagyon buszilnak, és nagyon sajnálják, hogy nem lehetnek itt.
Köszönjük szépen ezt a kiegészítést is, és aki úgy érzi, hogy ez a képhez szeretné a közeledi kapcsolat fűzni, az bocsátkozzon akkor bele ebbe a licitálásba, amelyhez a jelentkezéseket akkor a megnyitókat követően természetesen, illetve a következő napokon is meg lehet tenni. És akkor most szeretném Önöket megkérni arra, hogy együtt menjünk fel az emeleti kiállítótérbe, ahol a kreatív műhely kiállítását fogjuk megnyitni.